Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik június 10-én, és az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Pushya holdházban van, ami előnyös, ami szerencsét, vidámságot jelent. Azt is, hogy megvan a kedvesség, lesznek baráti kapcsolatok, azon kívül ez a holdház előnyös, ami a nyereményeket illeti. Ezen a napon, június 10-én a hold egy szép kapcsolatban van mindkét holdcsomóval. Kétúval és Ráhúval. Ezek a holdcsomók jelentik a kármikus témákat. Kétúnál a múltról van szó. Mindarról, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ráhú az jelenti a jövőt, a lehetőségeket, az életútunkat. És most jó ez a nap egy újat kezdeni, itt vannak szép emlékek, szép kapcsolatok és lehetőségek. Megnézzük most azt, hogy mit jelentenek a kártyák, az ő gondolata felül látható, ott van a torony meg a gólyák. A torony az lehet egy nagy, magas épület, egy cég, vagy egy hivatal, vagy egy bírósági ügy. Itt lesznek változások, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Az is lehet, hogy megnagyobbít valamit, vagy lesz egy költözködés. Ebben az esetben a torony lehet egy nagy épület, vagy egy nagy város annak a közelébe. Amit a torony esetleg még jelenthet, amikor fogva érzi magát a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus. Ilyenkor keresi a megoldást, keres egy kiútat. Szerencséje lesz, megoldja ezeket a dolgokat, hiszen a gólyák jelentik ezt a változást. Az érzelmei bal oldalon láthatóak, ott van a fa, meg a kereszt. A kereszt jelenti a hitét, és a fa a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni, vagy le akar gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, lehet a párkapcsolat is. A fa utalhat a természetre, hogy az most jót tesz neki, vagy jelenthet egészségügyi témákat, hogy most itt megvan a gyógyító erő, és ez a hite, hiszen a kereszt jelentheti a hitét is. Amit a kereszt még jelent, ezek fontos döntések, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Kezébe veszi a kulcsot, ami jelenti az ő magabiztos fellépését. Ő használni fogja a kulcsot, bizonyos dolgokat lezár, és egy időben kinyílik itt egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Beszélni akar veled, hiszen a madarak utalnak a csevegésre, bizonyos dolgokat szeretne tisztázni veled, milyen lehetőségek vannak számotokra, hiszen itt vannak változások, amire a gólyák utalnak. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható, és itt el kell tüntetni bizonyos dolgokat vagy személyeket, ami eddig nehezítette a kapcsolatotokat, mert voltak félreértések, mert mások beleavatkoztak a dolgokba,
itt ki kell tisztítani valamit. A külső befolyás az bal oldalon látható, itt van a gazdagság, a nyeremény, vagy ajándék, hogy valaki ajándékkal közeledik hozzá, vagy hozzád, vagy itt lesznek nyeremények. Ez a terői-terői asztalka, ahol ott vannak a kincsek, jelentik persze a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. A napi energia az jobb oldalon van a lovas hintó, akkor is, ha egy férfi van itt, én úgy mondanám, te irányítod a lovas hintót. Itt lesznek változások, itt lesz mozgás, ez lehet egy költözködés, lehetnek változások, lehet egy utazás is, vagy érzed azt, hogy most tényleg előre mennek az események. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy hogy milyen ajándékot kaptál, milyen változások vannak, hogy közeledik hozzád, mit tudtatok lezárni, vagy hol voltak eddig nézeteltérések, rossz befolyások, sikerült-e ezt eltávolítani az életetekből, meg hogy mi az irány, hol találjátok meg a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Hiszen ennek van egy előnye, adja biztonság érzetét, és megvan a gyógyító hatása is. És amire még felhívnám a figyelmeteket, örülnék annak, ha meglátogatnátok a Facebook oldalamon. Ebből van kettő, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!